70 évvel ezelőtt alapították a Szekszárdi Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskolát. Ezt a jeles alkalmat nagyszabású programsorozattal ünnepli az intézmény, amit nem csak a jubileumi héten, hanem már az azt megelőző 70 napban megkezdenek. Az idei tanévben iskolánk fennállásának 70. évfordulóját ünnepeljük. Az eseményt április 8-ai hétre tervezzük, 12-én szeretnénk egy gálaműsorral méltó megünnepelni ezt a rendezvénysorozatot. Igaz, már visszaszámoltunk 70 napot ebből az április 8-ai napból, és így január 29-től elkezdtük a közösségi média felületeinkre feltölteni a képeinket, illetve egy üzenőfalat hoztunk létre, ahol a régi diákok, tanárok, az ide tartozók kommunikálhatnak egymással. Úgy vettük észre, hogy hatalmas sikere van. Április 8-tól 12-ig a jubileumi hét különösen színvonalas programpalettát kínál, hogy méltó módon zárja le az ünnepléssel töltött 70 napot. Kiállítás megnyitón, emlékfaállításon és egy osztályok közti vetélkedőn is részt vehetnek majd a tanulók. Egy hát kulturális, több mindent átölelő, magába foglaló műsor lesz a zárónapon, ami valószínűleg a Művészetek Házába kerül majd megrendezésre. Az iskola mindig is a minőségi oktatás helyezte előtérbe, ahol a tanulók támogatást kaptak, hogy versenyeken is megmérettessék magukat. Azonban a családias légkör, a programok és a szakmai fejlesztés, amit a diákoknak nyújtanak, kiemelendő. Most, hogy új iskolába költöztünk, új épületbe, új lehetőségeket kaptunk. Az épületünk megszépült, megújult, tankonyhánk is, az iskola minden termét felújítottuk, és így az oktatásban is új lehetőségeket kaptunk, és lehetőségek nyíltak arra, hogy a diákjainkat jobban fel tudjuk készíteni az elkövetkező időszakban a versenyeikre, vetélkedőikre, vagy akár a mindennapi helyzetekre. Az elkövetkezendő napok alatt az iskola Facebook oldalát is érdemes figyelemmel követni, hiszen régebbi tablók is felkerülnek digitalizált formában, illetve egy üzenőfalat is kialakítottak.